Jó reggelt, sziasztok! Hát visszatért tél, még egy kis hó is van a tetőn. Na de mindegy, folytatjuk a munkát, jól felöltöztünk. Azt fogjuk majd csinálni, hogy ezen az oldalon, amit már mondtam az előző részben, ide végig fel kell rakni a hőszigetelést, ide a falhoz, illetve ha ezt megcsináltuk, akkor itt ezt a laposabbik tetőrészünket cserepezhetjük be. Jani már nekiállt felrakni az ereszlezáró fésűre, a kutyaorra is, feltesz ide is, és akkor ezt a részt cserepezzük, és ha az megvan, akkor lehet kutyaollat körbevádogozni, és akkor haladhatunk szépen tovább a cseréppel. Ahogy látjátok, a bádugosok felrakták a csatornát ide is, a kutyaorra is, ezen a kutyaollon az oromszegély is megvan, illetve a szegélyt itt is elkezdték felrakni, egy darabot ide raktak, és akkor erre majd lehet folytatni tovább, hogyha meg lesz csinálva a másik rész. Akkor kezdünk azzal, hogy itt felrakjuk végig a hőszigetelést, és hogyha ez megvan, akkor cserepezünk, vágjunk is bele. Na szóval így néz ki a hőszigetelés, ugye teszünk még egy 10 centiset elé, sajnos nem kaptunk most se 20 centist, hiány van belőle, úgy néz ki. Úgyhogy két tízessel oldjuk meg, ott van végig a csapásunk, az lesz a falszegélyünknek a teteje, még ide be tudunk tenni egy állított táblát, meg talán még egyet, és akkor ezen a részen meg már ugye nincs födém, úgyhogy ide meg majd csak egy csikot teszünk fel végig, ami nekünk a bádognak kell, és akkor alulról majd a homlokzat szigetelő hozzáteszik, hogy hozzáragasszák. És akkor, ha végigértünk, akkor rárakunk még egy réteget, és utána jöhet rá a bádog. Itt a második réteget is Szabi levágta már, két darab hiányzik, azt most jelöli meg, illetve most vágja le. És akkor, ha ez megvan, akkor jövünk át ide az elejére, és akkor cserepezzük ezt, a Jani már neki is állt kimérni cserépsorokat. Ezt figyeljétek, a Szabi mekkora szakember. Hol tanultad ezt a szakmát, Szabi? Nem árulod. Hát mondd el! Miért nem? Addig nem hagylak békén, még nem mondod meg. Jó. Szóval, ki tanította ezt neked, hogy így kell? Hát csak meg kell kenni a táblát, mielőtt fölragasztod, nem? Thank you.
Na, akkor most már elmondod, hogy kitől tanultad a szakmát? Hát úgy lesznem el. De kitől? Hát nem tudom, hogy csak annyit mondok, hogy Drász Putyász, akkor... Szerintem mindenki tudja. Szóval te ilyen Sebessén Imre fan vagy. Fel van rám iratkozva a csatornájára. Talán. Jó, de tőle tanultad meg, nem? Otthon is te csináltad. Vigyázz gyerek az Imi. Egy olyan rugásnak akarsz bemutatni mindent az Imi szokott? Az még nem megy. Kimértük a cserépsorokat ezen az oldalon is, neki is álltunk kirakni. Az alsó sor végig is van rakva. És akkor jövünk ezt az oldalt, illetve ezt a 17 fokos tetősíkot, ezt egészen odáig az ablakuk. Igen, ablak kutya olajáig becserepezzük. És akkor utána ezt is körbe lehet bádogozni, szegélyeket megcsinálni. Arra gondoltam, pár szót beszéljünk a cserép kapcsolásáról. Beteszem valamelyik oldalra a képet róla, illetve a tervet, hogy hogy kell kapcsolni ezt a tetőt. Ugye a kapcsolás az így történik. Egyen feljebb jobban látszik, hogy így néz ki ez a cserépkapocs. Hoppá! Na. Szóval így néz ki ez a cserépkapocs. Ez a felső része, ez akad rá a cserépnek a folyókás részére, az alsót pedig a lézbe kell beleakasztani. Vagyis így megfogod, beleakasztod, és amikor meghúzod, akkor ez így meg is áll. Mert... egy kézzel több kellene. Szóval mert ez a része felakad a lécnek a tetejébe, ez a kis éle, ez pedig a léc alsó élébe. És akkor ez így megfeszül. Úgyhogy bele lehet ezt akár így előre akasztani, és így idehúzni, megáll, és akkor be van fölötte lévő cserép rakva, akkor ez rá van akasztva. Itt ezen látszik is talán jobban, hogy ezt így fogod, így ráakasztod, és akkor ez megfogja ezt a cserepet. És azért jó az a cserépkapocs, jobb, mint kifúrni mondjuk és megszegelni, mert egyrészt nem sérül a cserép, másrészt ezt így lerögzíted, akkor fogja ezt a cserepet, fogja az alatta lévőt, ugye itt átfedés van a kettő között, illetve ezt a cserepet is fogja egy az egybe. Szóval egy ilyen cseréprögzítő kapocsal három cserepet meg tudunk rögzíteni, és akkor ennél a tetőnél, az aljánál minden egyes cserepet meg kell csavaroznunk, 1, 2, 3, 4, 4 sort hosszan, szóval minden egyes cserépre akasztunk rá egy ilyen rögzítő kapcsot, és utána a többi részén meg minden harmadikat kell, ahogy itt a rajzon, vagy ezen az ábrán látjátok is. Szóval ez így van rögzítve, olyan céllal, hogy a szél, ha esetleg innen megpróbálna alá kapni, akkor se bírja megemelni. És van egy olyan hátránya is, hogy ha bármi miatt vissza kell venni, azért ez eléggé szenvedés. Szóval ahogy a szél nem emeli meg felfelé, úgy mi se nagyon tudjuk. Szóval ahol minden egyes cserepet rögzíteni kell, ott utólag beépíteni bármit, az katasztrófa. Sziasztok, jó reggelt! Tegnapi nap nem sok mindent videóztam. Esett szinte egész nap az eső, illetve esett, elállt, így nem akartam felállítani a kamerát. Néhány dolgot azért megcsináltunk, úgyhogy szaladjunk is fel, és akkor nézzük meg. Vágjunk bele! Amivel kezdtünk tegnap, az a 7 fokos tetőnk. Mindjárt ki is lépek ide. Körbe burkoltuk ezt a kis falat. Ugye ez majd le lesz bádogozva. Erre még egy 3 centi vastag réteget lap tábla felhesztéve, ami meg lesz lejtetve befelé, és ki lesz lógatva még 20 centit, mert 20 centi szigetelést fog kapni kívülről a ház.
illetve fel lett rakva a fal szegélyhez. Nem, fel lett rakva a falhoz a szegély. Valamint becserepeztük, itt a szélét hagytuk el, de elég keskeny darabot kellett volna bevágni, úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy visszaszedjük ezt a utolsó sort, és hogy itt látjátok, tettünk be egy fél cserepet, és akkor utána az egészből lesz majd bevágva. Na hát ilyen esetben van értelme a fél cserépnek, amikor olyan kis darabot kellene berakni, hogy rossz lenne, vagy nehéz lenne rögzíteni. Ah, szaladtam a lépcsőn, úgyhogy nincs levegőm. Szóval ezt megcsináltuk, ennyire el is készült. Itt a bádogozásról talán annyit, hogy van egy 8 centis kis folyóka, és erről a tetős síkról, illetve ebből a kis rejtett csatornából itt lesz kivezetve majd ebbe a folyókába víz, és akkor az szépen ott levezeti a csatornába. Ez most nekünk itt 22 centi, azt hiszem, 21 vagy 22 centi, és ugye a 20 centis szigetelés az ide jön majd rá. Általában így oldjuk meg a falszegénynél a bádogozást, és akkor most szaladjunk át oda a nagy tetőre, mert ott is történt egy-két dolog. Itt ezt a részt becserepeztük, illetve a kutyaólaknál is felkerültek a falszegélyek, megvan itt is, ezen az oldalon, illetve ott is, meg lett csinálva az eleje, ez most így félbe lett hagyva, mert ha majd meg lesz itt az ablak, akkor az ablak aljához nem tudom, hogy párkány lesz, vagy lemezből lesz kialakítva. Egyelőre ezt így megcsináltuk, magasabbra hagytuk itt egy picit, és akkor itt is ugyanúgy majd jön rá a hőszigetelés, majd ehhez hozzárakják itt az elejét is, és akkor ez egy ilyen megoldás lesz. Eddig a magasságig be is cserepeztük. Ja, mindegyik oldala a kutyaólunknak megvan. Ugyanazt a megoldást csináltuk. Itt is hagytunk egy ilyen kis folyókát. Elméletileg Ausztriában minden falszegélyt egyébként így kell megcsinálni, hogy egy állókorcot kell beletenni. Szóval nem lehet a cserepet egészen. Nem lehet a cserepet egészen neki engedni ennek a bádognak, hanem kell egy állókorc legyen benne. Nem tudom pontos okát, de így kell, akkor így csináljuk meg. Ja, és még egy. Van itt az oromszegély is. Azon a részen is, ezen is. Itt a rögzítő fel van már rakva. Ezt kell még megcsinálni a bádugosoknak. Utána lehet akkor a... Hogy hívják azt? Attikát? Nem. Vápát? Na, szóval lehet ott a vápálemezt is csinálni. Eddig jutottunk, tegnapi napon, meg talán egy előtte lévő nap is voltunk itt, akkor azt se tudtam videózni, mert elég vacak időnk volt. Szóval ez van meg, és akkor innen fogjuk folytatni, megyünk át mi a srácokkal a túloldalra, ott azt a kis attikát, illetve rejtett csatornás részt, azt most még megcsináljuk, befejezzük, addig a bádugosok gondolom itt csinálják a többi melót, úgyhogy vágjunk bele. A srácok meg is csinálták itt az attika falnak a burkolását. Jövök is le, és akkor rá tudunk nézni.
Szóval ilyen lett, ugye ez a belső fele, ez ki lesz majd bándogozva, amiről már beszéltünk, rákerült rétegelt lap, ez egy ilyen 3 centis rétegragasztott fa, ez kap majd egy bádogot, egy ilyen fedést, mint egy ilyen lapos tetős háznál, illetve megpróbálok ide lelépni, úgy, illetve kívülről meg így néz ki. Rámegy majd még ide egy 20 centi hőszigetelés, és akkor körülbelül pont fog futni ezzel a fával, és akkor le lesz fedve, mint egy attika, ahogy egy attikát szoktunk csinálni. Szóval ezt az oldalt is megcsinálták, felrakták. Erre az oldalra is a srácok ugyanúgy, nincs mit beszélni róla. Illetve felkerült ide is, ugye itt benn van a 10 cm XPS tábla alatt a pluszba hőszigetelésnek, amit kértek. Belülről is rá van téve, úgyhogy itt is ugyanúgy lesz majd lefedve. Egyelőre csak eddig rakjuk be, mert jönnek majd még a bádogosok, berakják a vápalemezt. Illetve láttátok, biztos, hogy beraktam oda is egy darab OSB lapot, meg ott alul is. Ez úgy lesz majd megoldva, illetve azért lett berakva, mert raktunk be oda egy darab lemezt, és a vápa arra lett rávezetve. De majd ha odaérünk a cserepezéssel, akkor majd mutatom, hogy miért. Így oldottuk meg. Cserepezzük a kutyaolakat, és akkor ezt az 5 sor cserepet mindenhol felrakjuk, és akkor még a vápalemezre is hozzá lehet majd férni.